Charlie, majom a családban. Magyar hangok, Snell Ádám, Nyírő Bea, Szető Ádám, Kántor Kitti, Németh Imari, Gáspár András, Dallos Szilvia. Családi piknik. Charlie, gyere le onnan! Hagyd már! Jaj, anya, hány csomag van még? Csak ami feltétlenül szükséges. Ti akartok grillezni. Indulunk! Aha, Otello! Tűnés onnan! Minden bent van a kosárban, a faszén. Igen, szívem, minden, ami az előszobában volt. Köszönöm, fiam! Szelőztessétek ki a házat, és söpörjétek össze a morzsát, ami lepotyog. Köszönöm, Oliver. Kedves tőled, hogy segítettél pakolni. Nincs mit, majd megháláljátok. Már úgy örülök a tábortűznek. Én is. Szia, drágám. Viszlát. Még két láda is készen vagyunk. Remek. Charlie, gyere le onnan. Ó, hagyd már abba az ugatást. Gyere, elég Charlie, legyen. Gyere. És mennyivel tartozom? Charlie, hagyd! Pillanat. Hé, Paul, mi van a lábaddal? Na, gyere ide. Ez bizony csúnyán néz ki. Kezelni kell. Ügyes vagy, Charlie? Semmi gond. Paulit ma ingyen kezelem. Hm? Köszönöm, doktor úr, ez kedves magától. Gyere, Charlie, gyere! Menj már enhez. Várjon, segítek! Köszönöm, nagyon kedves öntől. Köszi. Dirk? Te meg hogy kerülsz ide? Matze! Ezt nem hiszem el. Azt hittem, az államokban élsz. Igen, vagyis ott laktam, de most visszajöttem. És nem jött ki érted senki a családból? Nem, mert meglepetés. És mi van veled? Átvetted apád cégét? Igen. Vidéki ház, jóra való asszony, két gyerek. Sőt, három. És te még mindig szingli? Túl sok csinos nő van. Charlie! Charlie! Oh, Charlie, azonnal add vissza a kendőt! Charlie, azonnal add vissza a kendőt! Oh, Charlie, akarod, hogy felmenjek? Jó napot, Wagner asszony! Möllerné! Nem is hallottam, hogy jön. El voltam foglalva Charlie-val. Látom, nem igen fogad szót. Ritkán fogad szót. Na jó, Charlie, ha visszaadod a kendőt, megkapod a gumimacidat. Óriási, ingyen nem csinál semmit. Sajnos nem. Segíthetek? Ez itt a magáé. Szeretnénk még egyszer megköszönni. De hát, ez a hivatásom. Igen, de sokat segített. Nagyon köszönöm. Á, köszönöm, Charlie. Na, jó az illata? Legalább őszinte. Szerintem illatos. Ciao, ragazzi! Jön a kaja, ha? Finom kis dinnye. Szépséges gyümölcs, ha? És nem eszek egyetek, világos, oké? Okay? Jó étvágyat! Carmen! Te már megkaptad az adagodat, sőt, extra adagot is. Hogy? Állatok ellátva, most én jövök. Carmen, gyere ide hozzám, gyere már, hajj! Hogy? Nagyon matta bundája. Igen, már a legutóbb mondtam Védermannénak, hogy nem jól eteti a cicát. Hmm. Itt semmi nem lesz a tenyésztésből. Mi? Védermanné tenyészteni akar? Igen. Akkor még sokat kell tanulnia. Igen. Beszélne vele még egyszer? Az biztos.
Amirával biztos jól kijönnek. Na, gyere be, Charlie. Nem, Charlie, a vizsgálat befejeződött. Mindjárt elviszik Amirát. Tevén Kópé, tudom én, hogy miért jöttél. Mert Amira kap egy jutalomfalatot, és te is akarsz, igaz? Hát nem vagy úriember. Köszönöm, Charlie. Henning doktor rendelője, Rössner beszél. Jó napot kívánok. Papagájok? És mennyi? Jó, előtte telefonálunk. Köszönöm, viszont hallásra. Steinke volt a repülőtérről. Megint elkoboztak néhány papagájt. Csupa védett példány. Jó, vegye át Rodolfo. Nem, neki most a laborba kell mennie. Akkor intézel maga délután. Ó, Charlie, ne bánsd! Azok az utalványok. Utalványok? Erről akartam is beszélni magával. Á, igen. Á, itt van Hoppe asszony. Na, eljön ma velem a szépségszalomba. Én? Nem, nem, doktornő, én azt nem engedhetem meg magamnak. Ingyen van, van két utalványom. Tessék. És nekem adná az egyiket? Igen, de csak ma érvényes. Akkor beszélnem kell doktor Henninggel. Már elintéztem, na, mit szól? Hát, ha valóban el akar vinni, rendben. Hát jó, kényeztessük egy kicsit magunkat. De most folytatnom kell. Charlie, ne csináld ezt! Ne! Charlie! Komolyan mondom. Miért mindig én? Add ide! Te! Baszod! Gyerünk, add már! Jó! Tom! Ez a mi labdánk. Jó, rendben, ki akarja? Én. Gyertek, játszunk tovább. Egy pillanat. Itt laktok? Igen. És te vagy Constanze? Lehet. Itt van a mamád? Miért akarja tudni? Szeretnék beszélni vele. Ha a mamát, mint ügyvédet keresi, kérjen időpontot az irodában. Jó, rendben. Értettem. És te ki vagy? Hé, hol vagytok már? Ő Charlie. Mindjárt megyünk. Gyere, Charlie. Viszontlátásra. Viszlát. Hát te? Charlie, most tényleg nincs időm rád. És rám esetleg van időd? Dirk! Gondoltam, benézek. Hogy ennyi év alatt ilyen... ilyen ritkán jelentkeztél. Most miért jöttél? Látni akartalak. Ne sírj, mert én is mindjárt rázendítek. Tessék, számold meg, biztos megvan. Dirk, mi ez? Egyszer vissza kell fizessem az adósságot. Ha akkor nem adsz kölcsön, nem tanulhattam volna Amerikában. Ennyi év után? Jobb, mint soha. Ő itt Charlie. Hello, Charlie. Ó, egek, ez nagyon előkelőnek tűnik, nem illek én ide. Ugyan már, Hoppe asszony, jöjjön csak. És ezt most nyomban kikapcsolom. Igen? Rodolfo? Mi? Már ma? De mégsem repülhetsz el nélkülem, csak mert 19 euró. Igen, persze, hogy olcsó. És mi lesz a menhelyjel? Olivier? És Max egyetért? Hogy érted azt, hogy neked sürgős? Rodolfo! Lehetetlen vagy. Ciao, cara! Ciao. Hihetetlen. Mi történt? Rodolfo már ma elrepül Olaszországba. Szerzett egy olcsó jegyet. És maga?
Én holnap után megyek. Úgy volt, hogy együtt megyünk, de hallotta, hogy este osztálytalálkozó lesz, és persze ott akar lenni. Tulajdonképpen megértem. Hát nem, azért annyira mégsem. Azért még van kedve bemenni ide? Most pláne? Gyerünk! Jó, ez mehet a ketrecbe. Hé, ne csípkedj, az fáj! Te kis... Óvatosan. Na, gyere. Ez az. Gyere. És valamennyi karanténban volt? Igen, minden előírás betartunk. Figyelek rá. És mint túlélte? Nem. Három elpusztult. Múlt héten jött egy gép Brazíliából, azon mindegyik madár elpusztult. Átkozott csempészek, undorító. Csupa értékes állat. Igen. Amíg a fekete piacon ilyen horrorisztikus árat fizetnek, nem szűnik meg az állatcsempészet. Igen, amíg van kereslet. Igen, Henning? Max, hol vagy? Hazajönnél utána, van egy meglepetésem. Tényleg fontos lenne, jó? Kérlek. Nekem egyelőre elegem van a meglepetésekből. Előbb Rodolfo utazik el váratlanul Olaszországba, aztán ki kell mennem Möllerékhez, és Charlotte szabadnapos. Elegem van a meglepetésekből. Siess haza, jó? Kérlek. Jó, majd igyekszem. Viszlát. Szia. Szia, várlak. Annyira örülök, hogy itt vagy. Nem látok semmit. Na, jó napot! Henning doktor, szerencse, hogy ilyen gyorsan ki tudott jönni. Épp a feleségével beszéltem, és mire hazajövök, az uramnak vérzik a keze. Igen. Jó, hogy felhívtak. Azt nem tudom, milyen állatok, de az biztos, hogy a foguk nagyon erős. Van tetanuszoltása? Igen, szerencsére. A sebet minden esetre mutassa meg az orvosnak. Na, itt vannak bent? Igen. Villany nincs? Nincs, éppen renoválunk. Akkor fogja meg az ajtót, hogy lássak valamit. Egy mosómedve! Egy megvan, ezt beviszem a menhelyre. És a másik? Na igen, majd élő csapdát állítunk, akkor biztos visszajön. Úgy. Na jó, bújj csak be ide. Szia, Fred! Doris! Hát itt meg mi történt? Két mosómedve volt a fészerben. És az egyik megharapta Fredet. Gyilkos jószág. Tannhauser úr? Igen. Henning, Dr. Max Henning, találkoztunk az állatkertben. Igen, persze. Üdvözlöm, Dr. Henning. És még mindig a vadmacskánál mi? Van? Hogy nem, most az elefántoknál. Elefántok? Egy kis változatosság. Igen, köszönöm a fúrót. Jó, akkor én megyek is. Dr. Rösner, Hoppe asszony, sajnálom, hogy várniuk kellett, de most önök következnek. Jó. Először is végzünk egy bőrtesztet. Uh-huh. Rösner doktornő, kérem ide, Hoppe asszony oda. Utána meglátjuk, melyik kezelés felel meg a legjobban a bőrtípusnak. Igen, az utalvány... Az ráér utána. Jó, akkor vessük bele magunkat az élvezetbe. És ne bosszabadjon. Jó. És a tőzsdei munka? Keményen dolgozol. Iszonyú sokat keresel, és iszonyú sokat költesz. És a reklámügynökség? Keményen dolgozol, iszonyú sokat keresel, és iszonyú sokat költesz. Nem volt az életedben semmi állandó? Köszönöm, Charlie. De, Caroline, nagyon tehetséges építész. Két évig voltunk együtt. És? Csinos? Hallod, mit képzelsz? És aztán? Hosszú történet, te ismersz. Olyan sok csinos nő van. Ah, dear, te tényleg semmit nem változol. És mi ez a munka, amiről szó van? Egy nagy beruházó cég. Be akarnak jutni a német piacra, és kell valaki, aki ismeri az amerikai piacot, de ugyanakkor érti a német mentalitást. Annyira örülök neked. Ha segítség kell a munkaszerződések miatt, hm? Na persze, nyilván már rég aláírtad, igaz? Te sem változol, a biztonság mindenek előtt. Már el én ismerem az embereket, nem kell szerződés, megvan az állás. És úgy néz ki, lesz egy hatalmas penthouse lakásom. Ahogy gondolod. Csak nem akarom, hogy csalódj. Köszönöm, Charlie, nagyon figyelmes vagy. Megfeledkeztem róla, de nyilván szomjas vagy, kérsz? Igen, kérek. A fenébe, Charlie, kimondottam volna. Jaj,
de szólhattál volna. Kösz, Charlie. Legalább nem kell zuhanyoznom. Tudod, nővérkém, ki hitte volna, hogy egyszer majd egy csimpánzzal élsz együtt? Hát igen, de azért inkább Max-szal élek együtt. Merem remélni. Ő a meglepetés? Max, ő Dirk. Dirk? A testvéred? Hello, Isten hozta. Üdvözlöm. Látom, Charlie-val már megismerkedett. Sikerült. Már sokat hallottam magáról. Rólad? Csak nem fogtok magázódni. Ja, akkor hát Dirk vagyok. És te a férfi, aki boldoggá teszi a nővéremet. Miket mesélt neked? Csak az igazat. Igen. Egy-egy hosszú nap után szinte érzem, hogy feszül a bőröm. Ez annak a jele, hogy igényli a hidratálást. Idővel a bőr már nem képes pótolni a nedvességet. És akkor jönnek a ráncok, tudom. Jól érzi magát? Csodálatosan. Most először eltávolítom a maszkot. Ha egyetért, csinálnék egy kímélő arcradírozást, utána pedig a regeneráláshoz javasolnám a friss sejtampullát is. Friss sejtampulla? Szemgél? Meglátja, milyen hűsítő és frissítően hat a gél. Ez a legjobb a bőrére. A többi bőrfelületre pedig egy különleges kivonatokat tartalmazó kúrát javasolnék. Ez egy speciális kezelés rendkívül hatékony anyagokkal, ami ideális lenne az ön bőrére. Egyetért? Jó legyen. Lásson hozzá. Kíváncsian várom. Szóval tényleg te vagy a nagybátyánk? Igen, de ne nevezzetek nagybácsinak. Biztos nem nevezünk. Csak hogy bosszantsunk. És akkor miért nem telefonáltál soha? Igen, anya mindig nagyon szomorú volt miattad. Igen, a gyerekek kérdései nem mindig kellemesek. Sajnálom. Azt hiszem, önző voltam. De többé nem fordul elő. Bocsáss meg, nővérkém. Meg aztán, ha tudtam volna, hogy milyen klassz család vagytok. Nem vagyunk mindig kedvesek. Az biztos, erről mesélhetnék. Hamar rájössz magadtól is. Nagyon köszönöm, nagyon szép. Jó, Rössner asszony, akkor 20-án, 12 óra. Jó. Elkérhetem az utalványokat? Hogyne. Parancsoljon. Köszönöm. Akkor öntől kapok még 120 eurót, és öntől 50-et. De hát ott vannak az utalványok. Igen, persze, az alapkezelésre. De minden egyebet, mint az ampulláskúra, az algáskezelés, azt természetesen külön kell fizetni. Adhatok önöknek egy kis próbát? Igen. Köszönöm. Igen, és ne feledd, a dingók naponta csak egyszer kapnak enni. Istenem, Oliver, köszönöm, hogy segítesz. Nélküled végem lenne. Örömmel teszem. Rodolfo is mindig segít, ha szükség van rá. Ez a keverék itt a majmoki, ezt jegyezd meg. Charlie, hagyja többieknek is. Na, hogy vagytok? Igen. Azt hiszem, holnap bevihetjük őket a madárházba. Mi van a cerkófal, amelyiknek megsérült a lába? Tényleg, igaz. Hagyok itt antibiotikumot. Belekevered az ételbe. Gyere, megmutatom. Sajnálom, Scherer úr, de az összeget még nem írták jóvá a számláján. Jó, de már meg kellett érkezzen. Már egy hete átutaltam. Tényleg sajnálom, nem adhatom ki az összeget. Itt az igazolás az átutalásról. Megnézni még egyszer? Kérem. Jó, rendben. Egyébként már akartam mondani, ez a ruha magának kifejezetten jól áll. Köszönöm. Semmi. Nem fizethetem ki az összeget. És semmit nem lehet tenni? Sajnos nem. Hiába néz így rám, hiába udvarol. Na jó, azért nagyon köszönöm. Talán majd legközelebb. Viszlát! A fenébe. A francba. Thank you.
remekül néznek ki. És milyen volt? Jó, drága. Azt hittem, volt utalványuk. Csak az alapkezelésre. Minden másért, amit ránk tukmáltak, fizetni kellett. Mi? Ez pimasság. Hello, na, megjött a két szépség. Hamarjában nem is tudom, hogy ki kicsoda. Nagyon vicces. Max! Tessék! Lehetetlen vagy. Tudom. Na rajta. Befelé. Ez az. És? Most mi lesz velük? Később majd kivisszük őket az erdőbe és elengedjük. Itt van egy sötét vörös arra. És ott? Még egy sárga tarajos kakadó is van. Maga aztán ismeri őket. Igen, az apámnak mindig voltak papagájai. Hogy ennyi madaruk van? Mindig ennyi van? A repülőtéren kobozták el őket. Ah. Nagyon drága madarak. Csempészárú? Igen. Biztos sokat érnek. És most hová kerülnek? Holnap elviszik őket egy madárfarmra. Akkor megint utazhatnak. Reméljük utoljára. Ez egy nagy hazugság. Ne dumálj már annyit, a biasz könyvemet keresem. Nincs nálam. Le kell tennem, ciao. Az idegeimre néz. És észre sem veszi. Köszönöm, Charlie. Figyeljetek, ki öntötte ki a cukrot a konyhában? Én. És miért nem söpröd fel? Most akartam. Dora eljöhet holnap a piknikre. Azt hittem, magunk leszünk, hm? És mi van Dirkkel? Már kérdeztem, ő is jön. Ó, remek, akkor legyen egy családi piknik. Családi piknik? Uh-huh. Egész jól hangzik. Igen, te is akarsz jönni, mi? Persze. Sokat aludtam. Legalább szépet álmodtál? Dirk meg én karácsonykor. Egyszer majdnem felgyújtottuk a karácsonyfát. És megint szemrehányást teszel magadnak. Hát igen, valóban. Tudod, a szüleink halála után, amikor Dirk kiment Amerikába, nem sokszor jelentkezett. Talán jobban kellett volna figyelnem rá. Nem. Ha valakinek rossz lehet a lelkiismerete, az Dirk. Nem te. Igazad van, Max, másrészt. Dirk még ma is egy nagy gyerek. Egy álmodozó, aki nem akar felnőni. Tudod, arra gondoltam, hogy talán esetleg... Én meg azon töprengtem, hogy Dirk lakhatna nálunk, amíg nem szabadul fel a lakás. Max! Pont ezt akartam megkérdezni. Jó reggelt! Na, jól aludtál? Ennek örülök. Figyelj, szeretnék kérdezni valamit. Tulajdonképpen miért nem akarsz nálunk lakni, amíg meg lesz a lakás? Már hogy lennél terhünkre? Legalább pénzt spórolnál. Mi az, hogy butaság? Na jó, erről majd még beszélünk, hallod? Mikor van időd? Oké. Egyet értek. Szia! Na? Azt mondja, terhünkre lenne. Majd meggyőzzük. Persze, később majd jelentkezik. Hé, hey, Charlie, még nem olvastam ki. Charlie, az az én narancslevem. Viszek másikat? Az bízza Charlie-ra. Rendben.
Azt hittem, a doktor úrnak lesz. Oh, a fenébe! Ez is pont velem történik meg. Oh. Szabad? Ó, köszönjük. Szóval, engem nem zavar, ha ide költözik az öccse. Olyan elbűvölő ember. Akkor megoldódott a probléma. Igen, Henning? Á, jó reggelt, Oliver. Mi? Mennyi? Felhívom Paske felügyelőt, bejelentem az ügyet. Hamarosan megyek, visszát, minden jót. Max, mi történt? Betörtek a menhelyre. A világ egyre rosszabb. Mit akar ezzel mondani, Dr. Winslow? Sajnálom, Scherer úr, de pillanatilag nem köthetek önnel szerződést. De én direkt ezért költöztem Berlinbe, hogy a cégüknél dolgozzak. Tudom. De a cégvezetés úgy döntött, hogy egyelőre nem töltjük be az állást. Ezt nem hiszem el. De ön a szavát adta, Dr. Winslow. Scherer úr. Tudja mit? Tulajdonképpen köszönettel tartozom. Legalább nem kell ilyen nagy szájú alakokkal együtt dolgoznom. Viszlát. De fel akartam ajánlani, hogy szabadúszóként... Várjon már! Gyere, Charlie! Assza! Ez álomszép itt. Figyelj, tedd ide a csomagokat! Nem romantikus? Gyönyörű. És rögtön a nagyváros kapujában. Gyere, Charlie! Gyere, megmutatom a stéget. Aha. Te, Maren? El kell mondanom valamit. Mi nyomja a szíved? Mióta voltak itt a madarak? Tegnap óta. Ez iszonyú kínos. Pont akkor történik, amikor én vagyok itt. Hát... Jó reggelt! Üdvözlöm, jó reggelt! Ez egy gyalázat. Hogy jutottak be a tolvajok? A hátsó ajtón. Feltörték a zárat. Max, én mindent szabályosan bezártam. Azt én tudom, fiam. Tényleg csak a papagájokat lopták el? Mást nem vettem észre. Úgy volt, hogy ma viszik el a madarakat. Akkor valaki nagyon jól tájékozott. Ezt meg itt hagyták. Biztos, hogy a drótvágó nem ide való? Valahol már láttam ezt a darabot. Hol láttad volna? Megvan, amikor elmentem a mosómedvékért Mülleréknél. Ki ez a Müller? Müller úr Maren egyik ügyfele. Most örökölt egy kis házat. Tulajdonképpen rendes ficó. Jó. Akkor nézzük meg ezt a Müller urat. A betörésről van szó. Dr. Henning menhelyére törtek be. Ismeri a doktor urat, ugye? Igen. Tulajdonképpen inkább Wagner asszonyt. Miféle betörés? És miért hozzám jött? Müller úr, ez a magáé? Igen. Azt hiszem. Akkor kérem, jöjjön be velünk a kapitányságra. Egy pillanat, ezt nem teheti. Nem vihet csak úgy be. Ez nyilván csak félreértés. Nézze meg ezt. Honnan vannak ezek a papagájtollak? Elképzelhető, hogy véletlenül éppen az állatmenhelyről származnak? Vagyis akkor most nincs munkád, igaz? Igen. De majd csak találok valamit. Tudod mit? Hozzánk költözöl, azzal legalább megspórolod a szállodát. Ezt köszönettel elfogadom. Bocsánat, pillanat. Wagner? Wagner asszony. Müllerné? Segítenie kell. Ó, Istenem, olyan ideges vagyok. Ma éjjel betörtek a férje menhelyére. Igen. De maga ezt honnan tudja? A rendőrség a férjemet gyanúsítja, hogy ő lopta el a papagájokat.
A maga férje? De hát hogy? Igen, megtalálták a drótvágóját. A helyszínen. A maga férjének a drótvágója volt a menhelyen? Mi sem értjük, hogy került oda. A rendőrség itt volt, átkutatták a félszert a papagájok miatt, és most a férjemet gyanúsítják. Betöréssel és lopással, ez nem lehet igaz. Kérem, csináljon valamit. Végtére is maga az ügyvéd. Nem. Segítsen. Möllerné, nyugodjon meg, kérem. Felhívom a férjemet, hogy mondja el, mi a helyzet. Aztán visszahívom magát, jó? Kérem, segítsen nekem. Segítek, Möllerné. Viszont hallásra. Oh. A következő napokban át kell néznünk a gyógyszeres szekrényt. A következő napokban le kell mondjon rólam. Hmm. Elfelejtette, hogy Olaszországba utazom? De nem olyan olcsó, mint Rodolfo. Úgy. Akkor hasonlítsuk össze. És mit szól? Halló, Max? Bocsánat. Csak Mölleréken gondolkoztam. Nem hagyja nyugodni ez a dolog, igaz? Tudja, elég jól ismerem az embereket, de... Bocsánat. Te aztán beletapostál. És? Van valami hír? Nincs. Szóval tulajdonképpen csak Möller tehette. Oli megmutatta neki a madarakat, ott hagyta a szerszámot a helyszínen. Szóval... Max, ezek becsületes emberek. Tudod, mennyit érnek ezek a madarak? Nem tudom. De ismerem Mölleréket, nem kapzsi emberek. És most mit akar tenni? Möllerné az ügyfelem, nem utasíthatom el. De akkor véd valakit, aki betört a férjéhez. Állítólag betört, ha kérhetem. Én ezt nem értem. Olyan rendes emberek. Tegnap még én is azt hittem. Talán érdeklődhetnénk Tannhauseréknél Möllerékről. Tannhauser? Ő most honnan jutott eszébe? Tegnap ott volt Mölleréknél. Az, aki az állatkertben dolgozik? Pontosan ő. Az olyan rendes ember. Mindig udvarias, igazi úriember. Fel kell hívnom. Na, minden jót. Én megyek. És Max, ne feledkezz meg a tábortűzről. Vegyél fel valami meleget. Viszlát! Max, a ficam egyértelműen romlott. Möllerné? Wagner asszony. Köszönöm, hogy eljött. Mihez kezdenék maga nélkül? Jó napot, Möller úr. Jó napot. Nem hagy nyugodni ez az ügy. Hogy van? Vagyok. Vagyogatok. Köszönöm. A rendőrség nálunk. Gondolhatja. Pár kérdést azért fel kell tennem. Kérdezzen csak, de már mindent elmondtam annak a paska felügyelőnek. Rendben. De hogy került a szerszám a menhelyre? Magánál volt, amikor a mosómedvéket vitte be? Nem. Abban biztos vagyok. A szerszám itt volt a fészerben. És hol volt tegnap este? Itt. Itt ültünk és iszogattunk. Kocintottunk az új házra az egyik szomszéddal. Ki az a szomszéd? Tannhauser úr. Paul Tannhauser. Néha segít nekünk, rendes ember. Kicsit magányos a válás óta. Kocintottunk vele az új házra, a szerencsékre, és... Úgy 11 körül. Lefeküdtünk aludni. És amikor Tannhauser úr itt volt, beszéltek esetleg a menhelyről is? Igen, persze. A férjem elmondta, hogy bevitte a másik mosómedvét is, és hogy dr. Henning el akarja majd engedni a macikat is. Beszéltek a madarakról is? Igen, igen. Áradoztam neki a kakadúról, meg a papagájokról. Mondtam, hogy milyen ritka állatok. Gyerünk, kicsomagolunk! Te az őserdőből jöttél? Nem. De iszonyú pocsolyák vannak a nyaralótokhoz vezető úton. Tessék, van itt valahol egy mosó? Kint a bevásárlóközpontnál. Köszi, a nagy bőröndöt majd én viszem. Charlie, te mit csinálsz itt? Természetesen segít. Charlie, nem! Charlie, abban az öltönyeim vannak! Charlie, állj meg! Isten hozott az őrültek között. És volt erre valami konkrét oka az állatkertnek? És mikor volt ez? Már 6 hónapja? Köszönöm, sokat segített. Na? Tannhausert 6 hónapja elbocsájtották. Hogy mi van? Igen. És miért? Nem volt megbízható.
A válása után nyilván pénzre volt szüksége, és mindenféle munkát elvállalt. Tegnap még azt mondta nekem, hogy most az elefántoknál van. De Möllerék nyilván tudták, hogy nincs állása. Max, olyan hírem van, amitől elájulsz. Paul Tannhäuser tegnap este 10:30-ig Mölleréknél volt, és tudott a papagájokról is. Én azt hiszem, verhetetlen csapat vagyunk. És le akar mondani rólam? Azt hiszem, kénytelen leszek. Na, most hívom Paskét. Hoppe asszony azt hiszi, egyetlen tepsi almás pitétől jól lakunk valamennyien. Hát persze, mert előtte grilleztek, kenyeret, salátát ettek. Ha meglátod, mennyi mindent készített még a mamád. Nem, megint eltűnt az egyik tornacipőm. Látta valaki? Nem, biztos megint elhagytad. Reméljük nem, a legutóbb a buszban felejtetted. Jó, a legfontosabbakat kicsomagoltam. Megyek, lemosatom a kocsit. Isten illat van. Igen, a család tábortűzhöz készült. És még meg kell mondjam, mik a kedvenc ételei. Szóval tudom, hogy a töltött káposzta meg a lazac krumplipürével. Ezt már elárulta a nővére. Oh, asszony, maga verhetetlen a konyhaművészetben. A férfiak nyilván a lába előtt hevernek. Azt még valahogy kibírom. Vigyázzon, mert örökre itt ragadok. Charlie, ki ne törd a lábad. Hé, ez a tornacipőm. Nos, nekem megvan a hiányzó cipő. Már csak az a kérdés, ki a másik? Ó, nem, Charlie! Arra. Beszéltem az állatkert személyzetisével. Kiderült, hogy Tannhäuser 10 évvel ezelőtt egzotikus madarakkal foglalkozott. Akkor ismeri őket. Semmi értelme! Kiadom a körözést! Na, Charlie, akkor most lemosatjuk a kocsit. Ó, a tető még nyitva van. Hé, mit művelsz? Add vissza a kulcsot! Charlie! Charlie, mit csinálsz? Maradj itt! Charlie! Ilyen hülye kocsit! Csukodik be a tető. Megállj, Charlie, csak jussa ki innen! Hogy ez milyen hideg! Charlie! Charlie, engedj ki! Oh, Charlie! Ez nagyon hülye ötlet volt, Charlie. Minden csuron víz. Hogy fog ez valaha kiszáradni? Gyere! Ugorj be a vizes kocsiba! Charlie! Gyere ide! Charlie! Mondd csak, te hogy nézel ki? És mit keresi Charlie? Elvitte magammal a mosóba, de lelépett, és... Sajnálom, Max. Vigyék a kocsiba. Dr. Henning, velünk jön? Itt meg mi történt? Kimegyünk újra Tannhäuser lakására. Igen, persze. Egy pillanat.
Az Istenért, Tannhauser, miért pont maga? Olyannak ismertem, aki egy hétre odafeküdt az oroszlán bébi mellé, mert különben elpusztult volna. Aki mindig szeretettel gondoskodott az állatokról. Miért? Mert a házasságomba került. Mert nem bírtam tovább elviselni, hogy néhány megszállott, mint maga meg én, mindent elkövetnek az állatokért. Mások meg semmit, csak üzletelnek velük és bekaszálják a pénzt. Ezért állt át a másik oldalra. Mégis ezt akarja? Én ezt nem értem. Rösszent, doktornő? Igen. Szerencsém van. Már éppen be akartam adni a szomszédjához. Ó, az enyém? Parancsoljon. Köszönöm. És tegye vázába. Igen, igen. Viszlát. Viszlát. Na. Cara, scusi, már most hiányzol. Szeretlek, ti amo. Én is szeretlek téged. Rodolfo, 19 euróért elrepülsz Olaszországba, és 100 rózsát küldesz nekem. Hát ez persze jellemző. Jó egy ilyen családi piknik. Szerintem is. Emeljük poharunkat a te régi és a mi új családtagunkra. Szóval, egészség. Köszönök mindent. Köszönöm. Úgy örülök, hogy megint itt vagy. Én is. Legszívesebben itt aludnék kint. Megpróbálhatod, de szerintem hideg lesz itt. A hálózsák elég meleg. Vannak itt vadállatok? Egy borz betévedhet. És nyilván rókák is vannak. Meg nyest. És medvék. Igen, hatalmas medvék. Na persze, az biztos. Nézzetek oda. Ilyen nincs. Egy mosómedve. És milyen helyes. Ó, Charlie! Így van, csak egy főnök lehet. És az Charlie. Max. Magyar szöveg Betlen Katalin, hangmérnök Házi Sándor, vágó Fogaras Junior, gyártásvezető Rózsa Völgyi Ilona, szinkronrendező Vági Tibor. A szinkront a TV2 megbízásából a Masterfilm Digital készítette.